Július 22-én mindkét tábor szüneteltette a harci cselekményeket. A döntő összecsapást azonban a véletlen és Hunyadi zseniális hadvezéri rutinja idézte elő. Ugye a törökök várnak, készülnek erre a dolgokat, valószínűleg egy haditanács van a török táborban. A másik oldalon Hunyadi tisztában azzal, hogy a következő rohamot nem tudja kiállni a vár. Tehát ha újra neki kezd a tüzérség, akkor gyakorlatilag a város vonalába, tehát a egykori városfal vonalában megmaradt tornyok, korábbi bástyák, azok, amik az ellenállásnak a fészkei maradtak, azokat egy pillanat alatt teljesen rombolják majd a törökök az ágyukkal. Tehát Hunyadi egy nagyon merész lépésre szánja el magát, úgy dönt, hogy megpróbálja a török ágyútelepeket elfoglalni, és megsemmisíteni, harcképteleníteni az ágyukat. Ugye, aminek abban az időszakban az volt az egyetlen leghatékonyabb eszköze, hogy a ágyuknak a gyújtójukat beszögezték vasszöggel. Ez valószínűleg azért is egy lehetséges megoldás, mert a török tüzérségben nagyon sok keresztény volt. Ugye, akik gyakorlatilag szakemberek voltak a maguk nem, tehát ők nem katonák voltak, ők nem harcoltak az ellenséggel, hanem ők az ágyukat kezelték. Tehát számíthat arra, hogyha a keresztény katonák elérik az ágyuk vonalát, akkor ott nem lesz olyan nagy ellenállás, ha nincsenek törökök a környéken. Hogy a török lovasság figyelmét elvonja az ágyuktól, Hunyadi átkelt a száván azzal a szándékkal, hogy a kereszteseket áthozza a túlpartra, és ráeresse a török táborra. 22-én délelőttjén Hunyadi sincs a várba, hanem kihajózott a Dunára, és utána átment a Szávára hajóval. Nem magyarázza, hogy mit csinálott Hunyadi, de nagy valószínűséggel Hunyadi nem csinál más, mint hogy vezényli azt az átkelési manővert, amivel át tudja hozni a Száva túlsó partjára azt a kb. 5000 keresztest, akiket aztán majd ráküld a török táborra. Na de ezt ugye észrevehették volna a törökök. Na most, hogy ne vegyék észre a törökök, itt megint jön az, hogy mekkora célpontot mutatok a török felé. Szintén a tagliokociostól tudjuk azt, hogy a délelőtti órákban Hunyadi megtiltja azt, hogy bárki is kimenjen a várból. Ez oda vezet, hogy a 22-én délelőttjén teljesen kiürül a vár előtti sík, tehát nincs semmi zavaró tényező. A törökök ebben belenyugszanak, lovas csoportok portyáznak és figyelik azt, hogy milyen mozgások vannak. És akkor egyszer csak ugye lám meglepő dolog, 5 keresztény, keresztes íjász, állítólag fegyelmezetlenek voltak, valószínűleg nem fegyelmezetlenek, Hunyadinak a megbízottjai voltak ők. Kimennek a várból, és megjelennek egy dombon, a teljesen kiürült síknak egy részén, valószínűleg a Száva felül oldalon, és elkezdik ingerelni a törököket. Na most, itt megint érdekes dolog, hogy 5 keresztes íjász, 5 fő, az nem elég ahhoz, hogy a szultánnak jelentsék, hogy ott van 5 keresztes íjász. Hát, a szultán az valószínűleg levágatná a fejét, aki ezt jelenti neki. Hát kezdjetek vele valamit, oda küldök 10 lovast. Valószínűleg a török őrparancsnok oda küldi ezt a bizonyos 10 lovast. Ezeket elkergetik a keresztes íjászok, mert hogy közben többen mentek ki oda. A zseniális manőverrel Hunyadi gyakorlatilag belehajszolta a törököket egy olyan spirálba, amelyben a török őrparancsnok egyre több lovast küldött a keresztesek által védett dombhoz. Ezzel az ágyuk őrizetlenek maradtak. És ugye ekkor rohannak ki ugye Hunyadinak ezek a rohamcsoportjai, akik birtokolják az ágyukat. Most erről ugye fönnmaradt az, hogy megfordítják az ágyukat és azzal lőnek a törökökre. Ezért gondoljunk bele abba, hogy annak idején azért ezt mondjuk egy mezei keresztes vagy egy mezei katona nem lett volna képes megcsinálni. Nagy valószínűséggel Hunyadi csapatában vannak képzett tüzérek, akiket kiküldenek, akik tudják, hogy hol kell beszegezni az ágyukat, és ezeket a kisebb biztosító lövegeket, ilyen kis sólyomágyukat, azokat fordítják a törökkel szembe. De ezek a rohamcsoportok, ezek nagyon jól felkészített szakemberekből álló csoportok voltak, ami aztán elfoglalja az ágyukat, beszögezi, ez biztosítja az ő nehéz lovassága, sőt annyira jól sikerül ez a biztosítás, ugye, hogy a szultán nem tud más csinálni, hogy bentse a helyzetet, egy visszatérő 6000 fős lovascsapat élére áll, és ővelük próbálja meg visszaszorítani, visszafoglalni az ágyukat. És közben a mellkasán sebesülésért ugye II. Mohamedet kimentik a csatából, és ezzel gyakorlatilag a török tábor káoszba süllyed. A rövid öldöklő csata után az akkori világ legerősebb hadserege vesztesként távozott Nándorfehérvár alól. A páratlan győzelmet egész Európa kitörő lelkesedéssel és megkönnyebbüléssel fogadta. Bár Hunyadi és Kapisztrán az ostromot követően a tomboló Pest is áldozatául esett, a szultánok sokáig rettegve emlegették a nagy törökverő nevét, és egészen az 1521-es évig nem terveztek komolyabb hadjáratot Magyarország ellen.